adjon úgy is, ha nem kérem. Ugye ez a nagyon nehéz mondat, ami a magyar kultúrában gyökerezik. Például a németnél nagyon egyszerű, azt megkérdezik, hogy kérsz, és akkor erre két válasz van. Ja, bitte, igen kérem. Nein, danke, köszönöm, nem. A németek hülyét kapnak, amikor minket kínálnak valamivel. Kérdezik, hogy szeretnél még egy szelet tortát? És akkor te meg azt mondod, hogy hát igen, vagy de a legszörnyűbb az, hogy köszönöm. És mit köszönsz? Szeretnél, kérsz még? Ja, bitte, vagy nein, danke? Kérsz még? És azért, hogy köszönöm, akkor köszönöm, nem, jaj, köszönöm, borzasztó szó. És ugyanez van a kultúránkban is, tehát hogyha te egy olyan viszonyba kerülsz az unokáddal, hogy kérsz, indokoltan, de megtanított kérni, mert olyankor is kérsz, amikor nem kérne, amikor nem fontos, akkor ő is megtanul kérni. Egy világos kérési viszonyba kerültök egymással. És az az életszakasz, amiben az unokád van, amikor felnőttesdit játszik, az egy ebből a szempontból egy nagyon kettős, egy ilyen double bind életszakasz, mert egyrészt vannak már erőforrásai, keres, büszkeres, stb. Másrészt meg azért egy élet egzisztenciáját ilyenkor kellene megalapozni, tehát azért annyit nyilvánvaló nem tud keresni. És hát ilyenkor van az a borzasztó helyzet, hogy a generációk erőforrása helyett banki erőforrásokhoz nyúlnak sokszor teljesen fölöslegesen fiatalok. Erre is azt kell, hogy mondjam, hogy egy magyarátok, mert össze kéne hasonlítani német vagy francia vagy hagyományos európai államokat, ott teljesen természetes, hogy a családi erőforrások, vagy hogyha vesznek is föl, mondjuk kölcsönt, az a családi birtokra fölvett jelzáló. Hát itt meg devizai telek voltak még nemrég. És van még egy, ami ugyancsak ilyen európai kultúrtradíció. A német azt mondja, hogy mit warmen Händen geben, hogy adjál meleg kézzel. Ami azt jelenti, hogy amíg meleg a kezed, amíg élsz. Mert hogyha már örököl, akkor egyrészt az nagyon más, másrészt meg reméljük, hogy késő, reméljük, hogy olyan szépen elérdegélsz, hogy teljesen késő lenne tőled örökölni. És ez a felnőttesdit játszó életszakasz, tehát az, amikor te az erőforrásaidat a lehető legjobb helyre, a lehető legjobban adod. Csak nagyon félnek a fiatalok, mert hiszen féltik az ő pár kapcsolati identitásukat a szülőktől, az aktív szülőktől, akik még abban vannak, hogy feltételeket támasztanak, azt mondják, hogy annak a nótáját játsszák, aki belehúzza a pénzt a vonóba. Aki fizet, annak muzsikálnak. És ennek alapján az ő kisártatlan tanácsaik, vagy nagyon is kemény feltételei, ezek egy ilyen identitás krízist hoznak létre a fiatal párba, akik esetleg azt mondják, hogy emlékszel rá, akkor inkább albérlet.